Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig itt a Transport Fever! A második résszel folytatjuk az előző ebben abba hagyott részünket, és most még melegében Aldeburgot átnevezzük Mr. PC Guru kérésére... Szergedre! Rahat tervetű! Szegedre! Hát a szerencsét hoz nekünk a szülőfaluja Mr. PC Gurunak, köszönjük szépen a kommentelést! És a kedves nézőtől kérem még ugye Mayportnak, valamint Torpointnak az átnevezését. Kicsit átnyálasztam a pályát, és lehet azt mondani, hogy nem a legkedvezőbb körülmények között vagyunk itt ezen a területen, ugyanis rengeteg hegység, rengeteg dombság van, amire mindenkinek felhívnám a figyelmét. Az előzőekből okulva mutaték én itt a jobb alsó sarokba egy kis ikont, ez a Contour Lines, és láthatóak a szint különbségek, és itt írja, hogy 10 méterenként a vékony vonal, 50 méterenként a vastagabb, és a nagyon vastag 100 méterenként. Tehát a tengerszinttől számítva láthatjátok, hogy mi milyen magasan van. Itt ez a fokozatosan emelkedő domborzat, ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire nem kellett volna nekünk ide építkezni. Legalábbis sineket nem. Ez itt egy eléggé egyenes plac, itt még 10 méter különbség sincsen, ez is itt egy egyenes plac nagyjából, valamint itt is van egy ilyen, az út mentén egy ilyen egyenesebb. Hogyha nagyon nagyok a szint különbségek, hogyha hegyi útvonalat kell bejárnunk, tegyük fel itt. Ezt mindenféleképpen autóval célszerű megcsinálnunk, és azt is megcsinálhatjuk, hogy akár mind a kettő szénbányából autókkal lehozzuk egy állomásra a szenet, és utána pedig vasúttal tovább szállítjuk. Majd néhány rész alatt megpróbálom én ezt demonstrálni nektek. Most viszont, amit mondtam az előző részben, az olajfeldolgozásra fogunk ráhasolni, és vásárolni fogunk egy vonatot. Méghozzá nem ezt. Én a legelső vonatot, azt, amit 1850-ben meg lehet csinálni, én ezt nem szeretem. Kicsit rá is pörgetem az időt, venni fogok fel kölcsönt, és mutatok egy egyszerűbb profitáló rendszert. Kis befektetés, kis pénz. Apró lépésekkel, hogyha kezdjük ezt az útvonalat. Itt van egy fűrészmalom, azaz egy fatelep, valamint van egy fűrészmalom. És ezt a kettőt fogom összekötni egy aprócska kis kereskedelmi útvonallal. Mivel 505 dollárom van, ezért én venni fogok most fel kölcsönt 500 ezret, úgyhogy ebből simán meg tudjuk csinálni ezt a kis részt. És nagyon hamar profitálóvá fog válni ez a kis gazdaságunk. Félre nyomtam, oké, semmi gond. Szokottan egyébként, hogy ennel meg emmel tudom forgatni az épületet, de majd természetesen ehhez is hozzá fogok szokni. És nem akarom annyira feltolni oda az arcával, szeretném, hogyha a legkevesebb távolságot mennének az autóim, de nagyon sokat nem is akarok költeni rá. Hát az így jó lesz. Oké, csatlakozik? Csatlakozik. Nagyon szuper. Ugye vásárolunk egy depót, amiben megveszünk majd a járműveket, azt pedig majd ide lerakom. Vegyünk mondjuk horsewagonból, ezt is le fogjuk cserélni majd az évek folyamán, arra is ki fogok térni, hogy hogyan tudjuk automatikusan lecserélni, és hogyan tudjuk majd manuálisan lecserélni a járművünket. Vegyünk belőle mondjuk 4-et. Szuper. Itt van minden egy járművünk, rákattintunk a vonalakra, létrehozunk egy vonalat, gyönyörű zöldet kaptunk, 1-es, valamint 2-es. Úti cél, és beállítom nekik, hogy ugye a 2-es vonalat kövessék. A játék eleje még ezek a lassú járművekről szól, úgyhogy rá vagyunk kényszerülve ezeket használni, kivéve hogyha beállítjátok, na, teljesítmény. Az első csomag várakozik, és fel is vettük. Na szóval kivéve, hogyha beállítjátok, hogy 1900-tól, vagy 1950-től, vagy 2000-től játszotok, ebben nincsen semmi, és megfordítom, felesleges addig elmenni. Ebben már van egy csomag, ebben már van kettő csomag, ebbe is érkezni fog, ebbe is van egy csomag, és mire visszaér az üres kocsink, itt már lesz néhány. Ugye a kapacitása az 4 egység, tehát több járművet is tudok majd erre az útvonalra berendelni.
de most még feleslegesnek érzem. Lássuk, hogy mennyit fogunk kapni azért, hogy ezt a deszkát megkapjuk. Maximumon van az idő 4-szeres sebességen, de ettől függetlenül még így is elégítsük a tempó. Amúgy a játéknak egy nagy erőssége, hogy lehet gyönyörködni abba a környezetbe, ami maga a játék. És szerintem egy kis egyszerű Tycoon játékhoz képest abszolút jó grafikai motorral dolgozik. Én azt mondom, hogy ennél bonyolultabb nem kell. Főleg, hogyha azt veszem alapul, hogy a Transport Tycoon Deluxe-nak milyen grafikája volt, akkor azt mondom, hogy ez maga az Isten. Nagyon szépek a színek, én nagyon elégedett vagyok vele, jó? Az árnyékolás, még a növényekkel is azt mondom, hogy abszolút elégedett vagyok. Most még teljes mértékben veszteséges a gazdaságunk, de nehezen erőlködik fel. És lássuk, hogy mennyit kapok a szemet csomagért. Egy csomagért 1,5 000-et. Nagyszerű. Lássuk, a finanszírozás, az eddigi költség, hát tele kell pakolni. Igen, tele kell pakolni, és akkor szépen ez így araszolgatni fog fölfele. De egyébként meg lehet nézni itt az útvonalaknál, a zöld útvonal most $77 profitban van. Ugye következőnek, hogyha már újra fel fogják pakolni ezeket a csomagokat, látszik, hogy mennyi van. Itt már van 19, és lehet, hogy veszek még vagy kettőt. És beállítom, hogy ezek is a zöldbe menjenek. Minél több árut tudunk elszállítani A-ból B-be, annál nagyobb lesz a profitunk. Ugye a fenntartási költséget mindenféleképpen szem előtt kell tartani, mert minden egyes járműnek van fenntartási költsége. Ez a $161, ami felrepül az égbe, ez a fenntartási költség, és mindegyik járművünk után kell fizetni. Olyan nincs, hogy ne kelljen. Ezek a négyesek most már elindulnak. Másról is lesz szó mostani játékban, most viszont kíváncsi vagyok, hogy egy full csomag mennyit megy. Hát majd meg is tudom mondani, 6000-et fog keresni. A kérdés ugye az, hogy egy kört, amíg megtesz ez a jármű, mennyi fenntartási költsége van? Minél kevesebb fenntartási költséggel dolgoztok a játék elején, annál nagyobb profitot tudtok szerezni. Ezeket a deszkákat, 16 darabot csináltunk, remélem, hogy akkor is meg fogják vásárolni, amikor már így megtelik ilyen deszkákkal. 14 darab deszka. Ezeket el tudnánk szállítani valami más feldolgozó egységhez, mondjuk ide. Csak ezen kívül még kellene nekünk ide műanyagot szállítani, és Torpoint egyből fel is lendülne, mert ilyen jó dolgokat, gucz, jó dolgokat csinálunk itt. Műanyagot viszont itt tudunk csinálni, és azért sem zártam le itt ezt az útvonalat, amiről beszéltem, mert szeretném ezzel majd itt összekötni, és ahogy az olajat finomítják, úgy az olajat feldolgozzák, és a műanyagot pedig vissza tudom forgatni a saját csávomba. A műanyagot el tudom tolni egészen idáig, és itt már deszkát is, műanyagot is tudok használni, ugyanúgy, mint amit mutattam az előző helyen, Torpainnál, itt is majd el fogjuk tudni érni, mert ez egy nagyon helyes mondat így magába, hogy ilyen jó dolgokat csináljunk, és gyakorlatilag az embereknek a vásárlási szándékát növeljük, fejlődésre inspiráljuk a várost. Na most! Lássuk az útvonalaim, mennyire profitálok. Hát, lassan pluszba megyünk át. Erre vagyok kíváncsi. Igen, Szegeden. Valószínűleg 4%-a használja a populációnak ezt az útvonalat. És úgy látom, hogy nem nagyon nincsenek várakozók. Úgyhogy kielégítő a szolgáltatásunk. Mindenki ki tudja tapasztalni egyébként, hogy mennyi járműre van szükség, hogyha látjátok, hogy nagyon sok ember áll a buszmegállóba, főleg még az 1950-es évek előtt, ahol nem igazán vannak még járművek, tegyük fel most 1856-ban, akkor lehet bővíteni egyébként a szállítószolgálatot. De most itt egy ember áll. És amíg az emberek nem szokják meg, hogy itt van ilyen szolgáltatás, addig ráfizetéses lesz mindenféleképpen. De ahogy nő a populáció, ahogy építkeznek az emberek, egyre nagyobb otthonokat hoznak létre, nem csak ilyen két embert ellátó otthonokat, hanem ez már egészen jó, ez már 6 embert lát el. Hogyha az emberekre rákattintunk, akkor itt is lehet információt kérni. Boltba gyalog megy dolgozni, gyalog megy. Gondolom azért, mert még nincsen hozzászokva, hogy van ilyen lovaskocsi, vagy pedig azért, mert tele van a lovaskocsi. Nincsen tele, nyugodtan használhatnánk.
A játéknak az első szakaszában nagyon-nagyon fontos lehet a hajónak a használata. Nos, itt az van, hogy elég nagy nyersanyagmennyiség gyűlik fel, itt már több mint 50 van, és innen elcsorog a nyersanyag, nem használjuk fel. Végül is valamennyi gyűlik, de elcsorog, igen, 22-18, valahova sublimál, valahova eltűnik, és én ezt az útvonalat kiegészítem még. Még hárommal. Minél nagyobb a kereslet, annál nagyobb a kínálat, és egy idő után lehet fejleszteni majd ezeket a termelő egységeket. Most még abszolút nem indokolt a fejlesztés, mert nincs annyi felhasználás. Ezen az útvonalon van most 2, 4, 6, 8, 9 jármű, és már 28 ezeres profitom van, míg a személyszállítás az eléggé mínuszban van. És azt hiszem, hogy ez jelzi, hogy milyen sűrűséggel fordul meg jármű. Milyen sűrűséggel van profit. Nem hiszem, hogy 70 másodpercenként. De elég jól szállítunk, és ezzel a módszerrel, hogyha nem tudtok vasutat létesíteni, hogyha nem tudtok hajózással foglalkozni, akkor kis profit, kis befektetés alapon tudjátok forgatni a pénzt. De senki ne erre építsen, csak hogyha a pálya nagyon-nagyon azt kívánja, hogyha sanyarú sorsú játékosok akartok lenni és meg akarjátok magatokat büntetni, akkor abszolút van rá lehetőségetek, hogy ezt válasszátok, de a lóvé a vasútba, a hajóba és a repülőbe van. Főként a vasútba. Aki nem hiszi, ott van a Train Fever, úgyhogy abból nyugodtan sakkozhat. Na én arra a döntésre jutottam, hogy itt tényleg legyen valami kis termelés. Azt hiszem, hogy 60-ban fog megjelenni az első fejlesztett vonat, viszont mi azt nem várjuk meg. 40 km per óra. Legyen. Felveszünk még egy kis kölcsönt. És azt mondom, hogy veszünk egy vonatot, és veszünk 1, 2, 3, 4. Hopp, nincs elég pénzünk, 3, veszünk fel még kölcsönt. 4, 5. 5 darab tankert. És kijelöljük az útvonalakat. Megállítom az időt. Ilyenkor, hogyha bent van a vonat és még szeretnénk a vonalat beállítani, szeretnénk ezt meg azt meg amazt csinálni, akkor célszerű megállítani az időt annak érdekében, hogy a játék ne nyomja fölfele nekünk itt a fenntartási költséget. Mert azt nagyon nem szeretnénk. Kérünk egy új vonalat, ez lesz a harmadik, első, valamint második útvonal. És beállítjuk, nem upgrade, hogy a hármas vonalra induljunk el. És csapassuk neki. Ugye mivel ebbe az irányba nincsen összeköttetés, rá van kényszerülve a vonatom, hogy itt csatlakozzon ehhez az állomáshoz. Szeretnénk majd ezt a vonalat megduplázni, valamint hogyha lesz rá igény, akkor megtriplázni, mert oké, nagyon örülünk neki. Most azt kell figyelemmel kísérnem, hogy mikor kezd el olaj beszivárogni és megfordítani a vonatomat, hogy ne menjen feleslegesen. Viszont lehet, hogy egy kört fogok vele menni, úgyhogy lehet, hogy addig be is pattanok. Nagyon vicces a játékban ez a nézet, úgyhogy szeretnétek egy kicsit relaxálni, mondjuk egy mozdonynak a fülkét, nem, egy mozdony orrához kötve, mert ez körülbelül olyan, hogy így hozzákötnek, akkor nyugodtan erre a kamera kis ikonra rá tudtok kattintani, és végig nézhetitek, hogy a vonat hogyan szerencsétlenkedik rá magát ezen a dombon. Isten, szinte hallom a szerencsétlen nyögését ennek a vonatnak. Felfelé nehezen megy, de vele azért egészen jól. Eszképpel kiugrunk belőle, levisz minket a híd alá. Igen, az előző részben, hogy megmutattam ezeket az eszközöket, nagyon szépen demonstráltam azt, hogy hogyan kell széjjel baszni egy ilyen útvonalat. Sikerült, megcsináltuk. 11 km per órával megy, és a teljesítménye ennek a vonatnak 40 km per óra. Ennyit jelent az emelkedő. Ennyire tudja megakasztani nekünk a logisztikánkat, a szállítói szolgálatunkat ez a vonat. Mert ha belegondoltok, A-ból B-be eljut körülbelül 1/4 sebességgel,
az azt jelenti, hogy 75% kiesés van a profitból. Tehát vagy erősebb vonatra van szükség, nagyobb fenntartási költségű, mert ez a 11 km/h, ez lófasz meg esti fény. Gyorsabban mennek a lovas kocsiaim. Ugye? Hol vagytok? Egy, aki fölfele megy. Igen, 15 km/h. De ez van, ezt kell szeretni. Oké. Okay. És be is gyorsultunk. Van egy kritikus szakasz ennél a résznél, ami ahol sajnos nem érik el a teljes sebességet. Lefele viszont elfogjuk, úgyhogy csak fölfele kell kapaszkodjunk gőzerővel. Hogyha lesz majd pénzünk, hogyha elkezdünk profitálni, akkor mindenféleképpen megduplázom majd ezt a sávot. De ahhoz természetesen az kell, hogy pénzt szerezzünk. 69 ezrünk van, és a fenntartási költségünk az running cost az elég sok. Na mindegy. Remélem, hogy most már fogunk tudni profitálni, és hiába megyünk lefele, ez a legdurvább az egészben, hiába megyünk lefele, 40 km/h gyorsabban nem fogunk. Most jön a hullámvasút része. És teljesen mindegy, hogy mit csinálok, nem fogunk gyorsabban közlekedni. És a fenntartási költséget ugyanúgy vonja le a játék, mint hogyha gyorsabban haladnánk. Na lássuk, mennyi van itt? Semmi! Ez... Komolyan gondoltuk? Miért nincs itt semmi? Miért nem kapunk nyersanyagot? Pedig elméletileg kapnunk kellene. Megvan, igen. Kettő dolgot is benéztem az előző játék alkalommal. Méghozzá a vasutakat. Ugyanis ezek nem nyersanyagoknak, hanem utasoknak való vasút. Újabb hibámat tudom neked bemutatni, úgyhogy rá kell kattintani itt erre az ikonra, és ezeket a vasutakat kell itt használni. Szuper! Újabb kölcsön. Lebontjuk. Mondom, lebontjuk ezt a vasutat, nem tudjuk lebontani. Semmi baj, megállítjuk a vonatot. Szuper, megállt a vonat, megrekedt ott a sineken, és nincs pénzünk lebontani. Nagyszerű. Újabb kölcsön. Hiszen azért is pénz kell, hogy lebontsák. És most szerintem kicsit olcsóbbat fogunk egy vonalat. Egyszer. Egy vonalat. Még egyszer. Összekötetés az. Megvan, mostantól kezdve, meg gyakorlatilag itt van ez a gazdasági állomás, ezen keresztül mehetnek személyszállító vonatok. Tehát, hogyha én vonatot akarok majd Bajához csatlakoztatni, hogy Bajából elmenjünk Mayportba, de nem valószínű, hogy itt fel fogom küzdeni a vonatot, hanem lehet, hogy csak ezen a vonalon fogok menni. Hogy Torpoimból elmenjek Bajába, ahhoz használhatjuk nyugodtan itt ezt a sínt, nem kell plusz még egyet csinálnunk. Na most, mivel töröltük a kettő állomást, ezért a hármas vonal... Aha. Ezeket itt szépen töröljük, és hozzáadunk egy állomást, méghozzá ezt, és ezt az állomást. Oké. Beindítjuk a vonatunkat. És felpörgetjük. Az állomás milyen nevet kapott? A Bajai állomás. Bajai olajkút. És már van egy produktum, kettő. Szuper. Az aktuális körünk is ráfizetéses lesz, viszont a következőben fel fog már gyűlni szerintem annyi nyersanyag, hogy profitáló legyen ez az egész szerencsétlenkedés.
Úgyhogy hatalmas nagy tapasztalattal belevágtam az előző részben ebbe a munkába, és konstatálnom kellett, hogy gyakorlatilag nem elég, hogy az útvonalat csesztem el, még ezen kívül az állomás sem volt jó. Úgyhogy ezek után már figyelni fogok, és biztosan jobban fog menni. Meg fogom várni a másik vonatot, az pedig szerintem, ha jól emlékszem, egy év múlva fog piacra kijönni. Hát igen, ez itt eléggé költséges volt, de ez is költséges volt. Szerintem olyan 85 ezres egy évben a kiadásunk. Helye közel. Vissza kell majd fizetnünk a kölcsönöket, mert eléggé mínuszba vagyunk. Egyébként így a játék elején egy nagyon-nagyon egyszerű, kevesebb profitáló vasutat össze lehet hozni, hogyha mondjuk közepes nehézségen játszatok, és két város között szeretnétek ezt a vonalat megvalósítani, akkor simán meg lehet csinálni és ülni és várni, hogy legyen valami. De mindenkinek tudom javasolni a kölcsönnek a felvételét, és egy komolyabb, egy nagyobb hálózatot kiépíteni a játéknak az elején. Most nekem azért ment el több millió dollárom, mert én itt szerencsétlenkedtem ezen a lejtőn. És sajnos így sikerült. De nyugodtan összekötettem volna baját Torpointtal. És lehet, hogy meg is fogom csinálni. Méghozzá valószínűleg ide fogok egy állomást létrehozni, és az állomást itt el fogom kanyarintani, mert a síneket itt el fogom kanyarintani, és itt át fogom vezetni. Mert innen a deszkát simán el tudjuk hozni. Na lássuk. Hoppá. Úgy látom, hogy elég jók vagyunk most már. Aha. Méghozzá nullába. Jó, kicsit sok lett a jármű. Úgyhogy tőled azt kérem, hogy menj be. Igen, menjünk be a garázsba. És eladjuk azokat a járműveket, amik nem kellenek. Ezáltal fenntartási költséget spórolok meg, és feleslegesen nem fognak menni, hogyha alapból nem tudnak profitálni. És eladtam. Kaptam érte 7699-et. Lássuk, te hogy állsz. Te is menj be a garázsba, szerintem ennyi nem kell. Veled hogy állunk? Ez is nulla. Valószínűleg nincsen nem szállítottuk innen el ezeket a... Igen. Telített. Telített a fűrészmalom. Innen el kell szállítanom mindenféleképpen. És a fűrészmalomból át kell majd ide hozzuk. Tehát a játéknak az első szakaszába ez profitáló lesz. Ez az útvonal, viszont a későbbiekben gondolkoznunk kell azon, hogy hogyan szeretnénk továbbvinni a produktumot. Természetesen autókat fogunk választani, mert nem fogjuk olyan messzire elvinni. És már az olajfeldolgozás és a műanyag készítés folyamatban van. Valamint Torpointot el tudjuk látni nyersanyaggal. Lássuk, hol van a mi kis vonatunk. Nézzük meg a második... Tele vagyunk? És igen! És megvan a 25! Oké. Na erre kíváncsi vagyok, hogy mit hozunk ki belőle. 1860, megvan az új hajók. Nagyon szuper. Hajózással is lehet foglalkoznunk, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire húz ki minket a slamasztikából ez az 5 darab tartály. Ugyanis ennek a fenntartási költsége 138 és 152 ezer között van. Tehát egy évben nekem jóval, de jóval többet kell profitáljak annak érdekében, hogy ebből a gazdasági ágból legyen valami. Mert eddig eléggé szarul állunk. Haladjunk. A játék első szakasza a lassúságáról híres, tehát még azt sem mondhatom, hogy nagyon-nagyon szívbajt kapnék, hogyha beülnék most ebbe a fülkébe, rákötném magam, mint a vonatok az elejére. Még jól néznek ezek a kis dombok, amiket itt belevájtam. Szépen be fog futni ez a vonatunk, és rápillantunk a profitra, és nagyon-nagyon reménykedek benne, hogy meg fogok nyugodni. Jobb alsó sarokban látható az, hogy hány kilométer per órával megyünk, és nem tudunk oldalra nézni. Nem, legalábbis. Kírja, hogy melyik vonalon vagy, a vonalakat el lehet nevezni, illetve hogy hova tart. Mindjárt vége van az emelkedőnek, amint tudjuk lecseréljük egy erősebb mozdonyra.
elhagyjuk az utat, és horizonton már lassan látható az úti célunk, és vele is gyorsultunk. Azért ez már 35 km felül. Van néhány ember, aki könnyedén letekeri az kerékpárra. Oké, kiszállunk, és lássuk, hogy mit kapunk. 191 000! Erről beszéltem, hölgyeim és uraim, be kell fektetni, be kell forgatni. És gyakorlatilag egy tele tankot, hogyha elviszünk A-ból B-be, finanszírozzuk az egész éves fenntartási költségünket. Itt már csak az a fontos, hogy egy évbe egynél többször vigyük el. És akkor profitáló lesz. És újra mínuszba vagyunk, de itt van már 58... 59-60, valószínűleg be fogom vinni a garázsba ezt a mozdonyt, és kicsit átalakítom. De ez biztos, hogy a következő részben lesz. Én megköszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok, remélem tudtam mutatni valamit a játékból. Én is még a tanulófázisban vagyok, úgy érzem, legalábbis a hibáim folyamatos elkövetése erről árulkodik, de ez egy nagyszerű játék, csak érezni kell, rá kell érezni, bele kell jönni. Személyes tapasztalatom az, hogy azt mondassam, hogy az első játéknál mindenkinek tudom javasolni a sík terepet, hogy ne menjen el horribilis mennyiségű összeg két pont összekapcsolására, és tudjunk kicsit nagyobb vállalkozást elindítani. Kölcsönt vegyetek fel, mert a kölcsön az jó, és nem is kamatozik, majd idővel vissza kell fizetni, hogy a ti lelki világotok is abszolút nem nyugodjon. És ha mikor sikerül nekünk visszafizetni, az hamarosan ki fog derülni. Addig is megköszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Én Uno voltam, találkozunk legközelebb is. Szevasztok!